Az emberek étkezési szokásai nagyban különböznek egymástól. Azt, hogy mit, mennyit és mikor eszünk, mind saját magunk döntjük el. De ettől függetlenül azért ügyelünk arra, hogy ez a javunkra is váljon és ne menjen az egészségünk rovására. De vannak olyan emberek is, akik az előbb felsoroltakkal egy csöppet sem foglalkoznak. Ezért a mai videóban Mr. Legjobb összegyűjtött nektek 10 bizarr étkezési szokást, amit én, azaz a barátnője, aki lány, én mondok el nektek. Ha te sem akarsz lemaradni a top listákról, akkor mindenképp iratkozz fel, hogy megismerd az emberiség bizarr szokásait. Első. A legelészők. A dél-afrikai Garankuva nevű városban élő embereknek elég furcsa szokásai vannak. Legalábbis akkor, amikor az étkezésről van szó. Ha esetleg erre jársz és legelésző embereket látsz, akkor sincs semmi okod az aggodalomra, ugyanis ez itt egy teljesen normális és megszokott dolog. Ezek az emberek a helyi gyülekezetnek a tagjai, akik a kenyér és a bor helyett inkább a kertben termő füvet eszik meg. Második. 100% marhahús. Már biztos ti is hallottátok, hogy a kiegyensúlyozott táplálkozás így fontos, meg úgy fontos, meg amúgy is fontos, és hogy nagyon fontos. Az Anderson család az a család, akit ez egyáltalán nem izgat, méghozzá annyira nem, hogy az elmúlt 17 évben nem ettek semmi mást a marhahúson kívül. Elmondásuk szerint megpróbálták a halat és a csirkét is valahogy besűríteni az étrendjükbe, de ezt a hatalmas változást nem voltak képesek sokáig fenntartani, így megmaradtak a 100% vöröshús diétánál. A család tagjai semmiféle vitamint nem szednek, és a vizen kívül mást nem isznak. Harmadik. Az elgázolt állati diéta. Az angliai Hunt család számára az ebéd nem a jól megszokott angliai ételekből áll. Ez a család rendszeresen eszik olyan állatokat, amiket egy autó elgázolt. A család nem válogatós, így bármilyen állatot képesek elfogyasztani, legyen szó szarvasról, nyúlról vagy galambról, és még azt se bánják, ha az állat már bomlásnak indult. Negyedik. Vámpírkonyha. Sok ember számára nincs is jobb, mint egy jó pohár vörös bor a vacsora mellé. Aró és Lia Benninghoff is szereti a vöröset, de ők borozás helyett inkább egymás vérét koltyolgatják a vacsoráik mellé. Ezt egy héten legalább egyszer megteszik, de ezért senki ne hibáztassa őket. Végül is ez egy teljesen normális és megszokott dolog, amit minden igazi vámpír megtesz. És természetesen semmi más nem passzolhatna jobban egy pohár frissen facsart vér mellé, mint egy hatalmas darab nyers steak. Ötödik. A tejcsárda. Ha esetleg egy nap a klassz család vendége lennél, akkor jobban jársz, ha kétszer meggondolod, hogy kérje tejet a kávéthoz. Nagy valószínűséggel valami egészen más kapnál, mint amire te gondolsz. Ugyanis ez a család még a csecsemőkor után sem mondott le az anyatej fogyasztásáról. A klassz család csak olyan tejterméket fogyaszt el, ami kizárólag anyatejből készült. Hatodik. Maci vacsi. Az étkezési szokásainkat nem feltétlenül az határozza meg, hogy miket eszünk, és erre egy kiváló példa a Pantelenko család. Ez a család egy hatalmas 130 kilós és 2 méter magas medvével osztozik a vacsoraasztalon. A család állítása szerint ez a medve nagyon illedelmesen viselkedik az asztalnál, és még képes a teát is szürcsölgetni a reggelije mellé, ami néha nem más, mint egy hatalmas tál zapkása. Hetedik. Kuka diéta. Ezek az emberek azokat az ételeket fogyasztják el, amit a nagy szupermarketek tonna számra dobálnak ki a kukába. A legtöbb élelmiszernek ezek közül valójában semmi baja, de a különféle szabályok révén ezeket már eladni nyilván nem lehet. És ha esetleg most azt gondolod, hogy a hajléktalanokra próbálok célozni, akkor tévedsz. A floridai Soto család is inkább a kukákból származó ételeket választja, és csak arra költenének, amit esetleg a kukákban nem találnak meg. Én személy szerint inkább megmaradok a vásárlásnál, még akkor is, ha ez pénzbe kerül. 8. Utazók.
Egy hatalmas családi vakáció során az emberek étkezési szokásai nagyban megváltozhatnak. Legfőképpen akkor, ha az utat biciklivel kell megtegyék, és erre a legkiválóbb példa a Jones család. Ez az ausztrál család 14 hónapon keresztül ezen a 6000 kilométeres túrán csak a természet által adományozott ételeket fogyasztott el. A túra során a család egyetlen egy étterembe se tett kitérőt, és elfogyasztottak mindent, amit az út mentén találtak. Bogarakat, növényeket, és ha szerencséjük volt, még néha egy hal is felkerült az étlapra. 9. Pika. A pika nem csak furcsa, hanem egy egészségtelen táplálkozási szokás is egyben. A pika olyan termékek iránti sóvárgást jelent, melyek nem emberi fogyasztásra valók. A pikában szenvedők rengeteg különféle dolgot megesznek, mint például kosz, kréta, fokrém, szappan, és így tovább. A lista szinte végtelen. 10. Orthorexia. Ha te folyamatosan arra törekedsz, hogy minden ételből csak és kizárólag a legegészségesebbet fogyaszd el, akkor még az is lehet, hogy orthorexiában szenvedsz. Az orthorexiában szenvedők képesek órákat eltölteni vásárlás közben az ételeken lévő címkék tanulmányozásával, hogy biztosak lehessenek abba, hogy nem fogyasszanak el semmiféle egészségtelen terméket. Szerintetek melyik volt a legfurcsább ezek közül? Válaszaitokat írjátok le egy kommentbe, és ha tetszett ez a videó, akkor ne felejtsétek el lájkolni, megosztani és feliratkozni a csatornára. Találkozunk legközelebb is. Sziasztok!